Már beszámoltunk róla, hogy a Károly Galériában nyílt egy 56-os kiállítás, ahol különböző tárgyak, enteriőrök hozzák közelebb, akár a diákokhoz is 56-ot, és 60. évforduló kapcsán. Ezen kiállítás mellett nyílt egy képzőművészeti kiállítás is, 1956 az újpesti képzőművészek szemével. Kiváló újpesti képzőművészek alkotásait láthatjuk itt 56 kapcsán, vagy attól megikletve. Erről beszélgetek most két kiváló és a kiállításon jelenlévő képzőművésszel, Somos Zsuzsával, aki kitalálója és megszervezője a kiállításnak, és Bertalan Tivadarral, aki szintén részt vesz ezen a kiállításon. Kezi csókolom, szervusz Berci bácsi, örülök, hogy elfogadták a meghívásomat. Köszönjük. Ez nagyon érdekes dolog, ez így egyben, hogy egyszer, hogy egyrészt ugye van egy olyan kiállítás, ami arra utal, hogy milyen volt akkor, másrészt pedig van ennek egy ilyen absztrahált része is, hogy a képzőművészek hogy látják 56-ot, és ez az önök szempontjából különösen érdekes, hogy önök nem csak olyan képzőművészek, akiket megikletett 56, hanem olyanok, akik meg is élték ezt. Nem? Tehát, hogy nyilván nem tudnak teljesen szűz szemmel nyúlni ez a dologhoz. Beszünk egy kicsit arról, hogy ha így fölidézzük egyetlen egy pillanatra, akkor mi az első emlékük vagy gondolatuk 1956-ról, Zsuzsa? Úgy jött ez az ötlet és ez a gondolat, hogy ez Újpesten is megszerveződjön egy ilyen 1956-os kiállítás képzőművészet nyelvére lefordítva, hogy úgy éreztem, hogy az a generáció, akinek ezek személyes élményei voltak, azok már egy icipicit úgy távozó félben vannak, és szeretnének valami olyan élményt átadni a fiatalok számára, ami teljesen belőlük fakad, amit már nem agyonrágott csontok, úgymond, hanem valós élmények, és erre gondoltam, ugye hát több képzőművészt, illetve mindegyiket személyesen ismerem, de többen vagyunk ebből a korosztályból nagyjából, és őket is természetesen meghívtuk, és mindenki az első hívásra boldogan válaszolt és jelentkezett, és úgy gondolom, hogy egy tartalmas anyag tevődött össze. A második kérdésre válaszolva pedig, igen, ezt az én saját személyes élményemet, ami még két képzőművész társamnak is legalább ugyanilyen személyes, ugyanis a Törökpál utcában az akkori képző és iparművészeti gimnáziumban volt ez a lány, hát iskola, évfolyam, illetve hát majdnem kollégistatárs is másoknak, tehát az ő halála és az ő szerepe 1956-ban, ami szinte nagyon hosszú ideig rejtve volt előttünk, mert hát annak az időszaknak volt egy olyan oldala is, hogy erről nemhogy nem szabadott beszélni, hanem oly módon eltitkolták, hogy én is 25-30 évre rá tudtam meg, hogy ezzel a kislányal mi történt. Egy pillanatra megállítom, jó? Csak bocsásson meg, csak hogy a nézők is értsék, hogy miről van szó, hogy van egy lány története, amely nem vagy egy, de több alkotás is megikletett ugye a kiállításon. Igen. És ráadásul ez elég közeli történet. Ezért itt egyébként az asztalon nem rendetlenség van, hanem pont róla szóló dolgok és cikkek, mutatok egyet, így van, így mutatom. Mi ez a történet, röviden összefoglalva? Ez a történet egyébként ott a kiállítás képei mellett is kinagyítva, elolvasható, tehát a Károlyi általános iskola és gimnáziumban. Hát röviden annyi, hogy ő egy diáklány volt, amikor ezek a csodálatos események elkezdődtek, akkor ugyanolyan lelkesen, mint a mi korosztályunk, ahogy ehhez az eszméhez és ehhez a forradalomhoz kapcsolódott lélekben. Ő jelentkezett, vért adott, és jelentkezett ápolónőnek, és a sebesülteket mentette, mint az újságból értesülte mindkét oldalról, tehát minden állandóan a mentőautóval szállította a kórházba. Akárki is és jött. És eközben akárki jött, akkor éppen mikor a halálos golyó érte, akkor éppen egy 10 éves kisfiú, meg még egy munkáslány ült a mentőautóban, és egy orosz tankból
megkapták azt a kisfiú azonnal meghalt, ő is talán pár órát élt és meghalt. Akkor 16 éves volt, most 76 éves lenne, talán családja lenne, vagy alkothatna. És én ezt a történetet akartam elmondani úgy, hogy hitelesen a fiatalok számára, hogy ilyen csodálatos eszmékért ő a fiatal, tényleg ragyogó életét feláldozta. Tehát ez egy ilyen szimbolikája is lehet. Ez számomra egy szimbólum, igen. Berci Becsei Zsuzsa fogalmazott, hogy azoknak a csodálatos eseményeknek, tudom, hogy említetted itt a beszélgetés előtt is, hogy te sokat csavarogtál, akkor nézted, hogy mi történik, akkor már olyan fiatalon is azt lehetett érezni, hogy a Zsuzsa fogalmazott, hogy ezek milyen csodálatos események, vagy csak így sodródott az ember? Sokkal intenzívebben érzem át az eseményeket most 60 év távlatából, mint akkor, amikor utcai részese voltam különböző eseményeknek. Mert akkor vitt a lelkesedés, és vitt az a tudat, hogy mindenki egyetért velem. Az egész ország... Ez elég ritka és ikletett állapot, nem? Egy ilyen lebegés. Egy nagy Don Quixote volt az egész ország. Igen. Csak akkor még nem tudtuk persze, és nem akartuk elhinni, még ha tudtuk is. Hát hatalmas élmény volt akkor is, de most visszaemlékezni, hát az indított arra, hogy jó néhány grafikát csináljak a 60 év előtti eseményekből. Volt egy kis averzióm ezzel a kiállítással kapcsolatban. Na, hozz meg velünk, kérlek. Hogy a diákok el fognak menni mellette, oda se pillantanak. De volt egy nagyon örömteli élményem, mert a könyvesbe meghívtak egy rendhagyó osztályfőnöki órát tartani. Zsúfolásig volt az osztályterem, és én még olyan figyelmes arcokat, mint akkor, hát keveset láttam, megmondom őszintén most az ifjúság körében. És ez nagyon megnyugtatott engem, hogy van értelme az ilyen kiállításoknak. Segíthet ebből a szempontból az a dolog, hogy van mellette egy olyan kiállítás is, amely talán segített megérteni a képeket? Bármelyikőtöknek? Valószínűleg az ifjúság is megérteni, mert a kérdésekből is erre következtettem, hogy foglalkoztatja őket. Hihetetlennek tartják, de foglalkoztatja őket. Én még annyit fűznék ehhez, hogy ahogy a Berci mondta, tökéletesen így van, a művek is, és én pontosan azért éreztem, hogy ezeket az embereket kell megszólaltatni, beszéltetni, mert a hitelességünk, tehát az, hogy mi ezeket átéltük, és ezeket a tapasztalatokat akarjuk elmondani így a fiataloknak, és ez az őszintesség, ez hat rájuk. Én is közvetlenül lemértem a képeknek a hatását, pici gyerekek odajöttek a Károlyiban, és elkezdték magyarázni, volt, akinek a tank ragadta meg a fantáziáját, de volt, aki ennél tovább látott, és nagyon érdekes munkák születtek ennek kapcsán, mert ott a gyerekek részére is volt egy ilyen úgymond rajzpályázat, amit volt szerencsém megtekinteni. Nagyon-nagyon személyesen, tehát átélték ezeket a gondolatokat. Van egy nagyon megrázó képe, megmutatjuk nyilván ezt is, a már említett Magyar Katalinról, Somos Zsuzsának, egy bérlet, egy tanulóbérlet az 1956-57-es tanévre. Ez is egy picit olyan, nem? Amit mondjuk talán lát egy diák, akkor talán jobban át tudja érezni, hogy igen, hát nekem is van bérletem, neki is volt, csak hát ugye nem tudta kihasználni. Szétszakadt. Október közepén, igen. Tehát, hogy ezek is olyan művészi gesztusok, amik akár közelebb hozhatják a... Igen. Ezelőtt a kép előtt tényleg hallottam, hogy hát trolibuszra is, meg hát ugye rajta van az akkori ára, hogy akkor mennyi volt. 2,70 volt egyébként, de ez azt hiszem a felnőtt bérlet volt 3,50, ami megtaláltam, és szóval valahogy ezek a személyes apró dolgok, amik,
amik elindítják őket azon a gondolat, mert ők azért most egész más körülmények között élnek. Tehát azt, hogy akkor mi hogy éltünk, nekünk a szabadság mit jelentett, azt ők csak így lefordítva vagy közvetve tudják igazán értékelni, érzékelni. Többször beszélgettem már ebben a stúdióban is sokakkal arról, hogy 56 abban az egyben szerencsés és szerencsétlen helyzetben van, hogy egyrészt még ugye vannak akkor élők, vannak túlélők, akik tudnak róla beszélni, ez a szerencséje. Másrészt pedig ez a szerencsétlensége is bizonyos szempontból, mert ugye nehéz történelmi, hideg fejjel nehéz rátekinteni erre az egészre, hiszen sok még a verbális történelmi része ennek, és ugye hát eltelt 60 év, bizonyos dolgokat megváltoztat nyilván az emlékezet, ezért is nehéz ebben rendet rakni, nyilván új hősök is teremnek, régi hősök elhullanak, tehát ez nagyon összetett dolog, és én például figyelni szoktam ilyenkor mindig a beszélőket, hogy akkor, mert ugye nyilván nekem is nehéz ezt hova rakni, de most azt látom rajtuk, hogy ilyen csillogó szemmel beszélnek erről, mint valami magasztos dologról, ami nyilvánvalóan az is, pedig azért ez nem egy ilyen gyerekjáték volt, ami... Hát az első időszak az tényleg ilyen lélekemelő volt, szóval azért mi igazán gyerekek voltunk, mondjuk a 15 éves vagy 16 éves korunk ellenére sokkal a mai gyerekek sokkal fejlettebbek, tapasztaltabbak, én látom az unokáimnál is, szóval mi sokkal gyermekebben gondolkodtunk, de ez a lelkesedés, ez oly mértékben megragadott bennünket, hát ugye a műegyetemisták, az közel volt a Törökpál utcai képzőművészeti gimnáziumban, és már előtte való nap a rajztermekbe, a szakokra, én emlékszem, ilyen nemzeti szín szallagos műegyetemisták jöttek, és ez valahogy olyan, tehát éreztük, hogy ezek most történelmi napok, tehát éreztük azt, vagy mentünk haza a múzeum körúton az iskolából, emlékszem 23-án, gyönyörű napsütéses idő volt, és már a teherautókon robogtak olyan eufórikus, felszabadult helyzet volt, amit nagyon jó volt átélni, és ugyanakkor meg a november 4-e után pedig valami mélységes kútba zuhantunk így érzelmileg. Mondjuk én ennyit tudok, mert hát én nem csatangoltam. Egyrészt fiatalabb voltam Bercinél, aki hát meg a fiúk általában így talán érdeklődőbben járkálhattak, de meg bátrabban elszöktek meg otthonról. Igen, de szóval éreztük és tudtuk, hogy itt most nagyon szomorú napok következnek. Berci bácsi, te megindultál akkor október 23-án? Nyakadba vetted a város? Nekem óriási élményem volt a kezdőnapon, október 23-a estén, ugyanis éppen a Városi Színházban voltam, a Trubadur előadásán. És az előadás közepe felé kicsapódtak az ajtók, és bekiabáltak, hogy lövik az ifjúságot a rádiónál. Erre fölállt az egész nézőközönség, az operaház összes ottani szereplője kivonult a színpadra, és én még olyan himnuszt az életemben nem hallottam, mint akkor. Amikor lezajlott az éneklés, akkor szép csendbe kivonultunk, és az ajtóba már osztották az egylapos irodalmi újságot. És nagyon szomorú volt, akinek ebből nem jutott. És hát puskaropogás kíséretébe jöttünk hazafelé. Tehát akkor már túl. Voltak a történtek. Igen. Hát ott indultak tulajdonképpen az események. És hát visszatérve erre az osztályfőnöki órára. A fiúk, lányok leginkább az ilyen személyes élményekre voltak kíváncsiak. Hát persze, hiszen így ezt hozhatja közel őket. Igen. Egy ilyen bérlet. Igen. Úgyhogy el kellett nekik mesélnem néhány dolgot, például az országház előtti véres eseményeket, ugye, ahova
ahova orosz tankkal mentünk. Tudnélik, a kis katona kidugta a magyar zászlót, hogy velünk vannak. És mind a szőlőfürtök úgy lógtunk a tankon. És mikor az országház elő értünk, akkor az egyik hernyótalpat lefékezte, és elkezdett pörögni, mint a búgócsiga. És amikor elkezdték a lövöldözést, akkor mi éppen a harckocsi árnyékában voltunk a túloldalon. Ez mentett meg, és Spuri irány a Margit híd. Hát így menekültünk meg, hogy tulajdonképpen a vérenk, láttuk, hogy potyognak az emberek, de hogy tulajdonképpen milyen iszonyú dolog történt, azt csak később tudtuk felfogni, ez az igazság. Uh-huh. Tehát ott nem is féltél? Nem félt az ember ott. Nem. Nem volt idő a félelemre, egész egyszerűen. Persze pucoltunk, mert hát a lövések azért riasztóak voltak. Kopogott a tank oldala is. Ugye hát a magyar zászló eldobva, a páncéltető lecsapva, visszahúzódott a kis katona. Semmi bántódása nem lett a lövésektől. A másik ilyen személyes élmény meg a Vígszínházzal szemben volt egy ilyen hengeres, hatalmas reklám oszlop. És éppen ott álltam a közelébe, amikor a Honvéd utca felől jött a képfegyver ropogás. Hát persze olyan lapos lettem, mint a járda majdnem rögtön. És mikor elcsendesedett a lövés sorozat, fölmertem állni, akkor megdöbbenve láttam, hogy a hirdető oszlopból egy rosta lett. Te megaladta? Hát én meg túl lapos voltam ahhoz, hogy eltaláljanak, és a töve különben is tömör volt ennek az oszlopnak. Tehát kétszer elmondhatjuk, hogy óriási szerencséd volt, hogy most itt ülsz és beszélgetünk. Igen. Na, hát a szerencse mindenhez kellett, ez az alaptétel. Persze elibe kell menni. Forradalomhoz különösen. Igen. A szerencsének is elibe kell menni, azt hiszem. Mert ha nem vágom földhöz magamat, akkor én is szitává lettem volna lőve. És el kellett szöknöd otthonról? Hogy? El kellett szöknöd otthonról? Hát el kellett szöknöm bizony. És mit szóltak, amikor hazaérkeztek? Kaptam is a fejemre mindig. De hát már 26 éves voltam. Már nagykorú. Hát szóval ezek az élmények csigázták föl a kíváncsiságot. Ugyanakkor hát persze a személyes, hogy mégis mit csinálok, meg hogy mivel foglalkozom, meg mi volt a sorsom. Hát ezek voltak a legérdekesebbek. De magát, a lényeget, azt nem tudom, hogy 100%-ig magukba tudták-e szívni. De egyáltalán lehetséges? Érdeklődésük volt, azt hiszem nem is lehetséges. Mert vagy részt vett ebbe valaki, vagy nem. Hát ugyanígy vannak azt hiszem a nyugati országok, hogy azért képviselnek más elveket, mert nekik nem volt részük ebbe soha. Meg furcsa ez, nyilván a jelen se feltétlenül segít egyébként ezt földolgozni feltétlenül, hiszen mindenki, tehát a politika is túlsorosan használja ahhoz, hogy egy fiatal ember megértse. Pontosan ezért is kellenek az ilyen történetek, amiket, meg az ilyen képek. Zsuzsa, esetleg hasonló személyes élmény, még ha nem is ilyen jellegű? Hát ez egy kicsit újpesti vonatkozású. Az nem baj. Ami az én személyes élményem. A víztorony közelében laktunk, kertes családi házban. Nem védtem a víztornyot, úgyhogy nem kell azt gondolni. Nagyon sokan védték Újpesten. Volt elég, aki védje. Tehát a víztorony és a kis piachoz közel laktunk, és hát kenyérért sorba kellett állni. És a kis piac közelében volt egy közért, ahol sorban álltunk, már ilyen nagyon zimankos november elejé napok voltak, és egyszer csak
kezd mindenki szétszaladni a sorban, és Rákos Palota felől, akkor még az Árpád úton úgy közlekedett az 55-ös villamos, hogy átjött Rákos Palotáról egy ilyen felüljáron, de a Sorompónál jöttek sorban a szovjet tankok, még most is borzongok bele, borzalmas én volt. Én is, hogy mesél ide, igen. Borzalmas volt, jöttek szépen sorba, nagyon-nagyon hosszan, ami mind berohantunk a boltba, mert hallottuk, hogy azt szeretnek ilyen sorokba oda belőni. És akkor ott a pult alá berángattak, semmi nem történt, tehát nem lőttek, én úgy emlékszem, de az egész csak így mint egy ilyen szörnyű novemberi borongos kép így előttem, borzasztó volt. Beégett, gondolom, erősen. Ez, és hát voltunk a pincében is, ami egy kicsit nekem még a háborús napokat idézte, mert hát ugye ott tényleg a Víztorony környékén ott biztos, hogy védték valószínűleg a Víztornyot, és hát akkor azért ott eldörrentek lövések. Tehát ezek az én úgymond, és hát az édesanyám, aki hát két bátyám volt, vagy hát sajnos, hogy volt, mert már mind a ketten meghaltak, és ő is reggeltől estig azon igyekezett, hogy a gyerekeit otthon tartsa. Az egyik a katonaságból jött haza, a másik, tehát most ebben nem is szeretnék bele mélyedni, de minden tevékenysége arra irányult, hogy a gyerekei itt óvja, és tartsa vissza, hogy a lelkesedésükben nehogy valamilyen bajba sodrodjanak. Igen, parancsolj. Nekem a nagy újpesti élményem a szovjet emlékmű ledöntése volt, ahol jelen voltam természetesen, mint minden. Minden jelentős eseménynél? Sztalin ledöntésénél ugyancsak ott voltál, igen? Ott voltam, nem egészen közel, mert nem fértem közelebb szerencsére, de hát távolról is láttam. Na, az újpesti az úgy történt, hogy megjelent egy strávkocsi, két sörös lóval, hatalmasan erős lovakkal, és hát ahhoz kötözték a strávkocsi hátuljához a köteleket, láncokat, minden is így. Gyia! És így történt a ledöntés, és Újpest népe urrázott. Újjongott. Újjongott. Ezt a férjemtől is hallottam, mert ő is ott volt a lelkes fiatalok tömegében. Szerintem minden igen. Jelentős újpesti. Szóval Újpest is egységes volt akkor. Aha. Igen. Sőt, tehát úttörő is bizonyos szempontból, nem? A munkástanácsok szempontjából. Szóval sok minden. Elég volt az elnyomásból, a napi bizonytalanságból. Hát abból is például, hogy az apámat elvitték azért, mert élmunkás jelvényt kapott, gyárba dolgozott, szabászként ruhagyárba, és valaki kiemelte a szemétkosárból ezt a jelvényt, hogy így becsüli meg népköztársaságunk jelvénye. És felmerül a kérdés, hogy hogy került oda? Vagy ha oda került, akkor onnan tudta, hogy ott van, hogy kiemelje. És anélkül szóltak volna a családnak, apám eltűnt. A munkahelyről vitték el, és 9 hónap kis tarcsa lett belőle. Nem is értesítették a családot, 3 gyerekkel ott maradt szegény anya, hanem apám kidobott a kőfalon kis tarcsán a kerítésen át egy kavics segítségével egy papírt, amire ráírta, hogy ha jó ember vagy, aki megtalálod, értesítsd a családomat, rajta a cím. És jó ember találta meg. Hála Istennek. Így tudtuk meg, hogy hol van apánk. Hát aztán 9 hónap után olyan egészségi állapotban szabadult ki, hogy soha nem jött rendbe szegény. Ezzel kapcsolatosan csak annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy én ismerem a Bercinek azt a festményét, amivel édesapját ábrázolja ebben a betegségében. Nagyon megindító. Az egyik legmegrázóbb képe. Jól mondom? Én azt hiszem, hogy jól láttad. Hogyha már ezt említette, akkor zárjuk azzal szerintem, hogy
hogy mit gondolnak egy, persze gondolom a választ, hogy olyan képzőművészek, akik megélték ezt, és ott voltak ilyen események alatt is, mint amiket meséltek, kötelessége ezeket a dolgokat megfesteni, vászonra rakni, emlékeztetni, mementót állítani, sorolhatnám? Én nem mondanám, hogy kötelessége, mert ha nem érzésből csinálja, akkor semmi értelme nincsen, mert még ma is van egy elenyésző kisebbség, napokban értesültünk a sajtóból is, hogy van, aki lefasisztázta az 56-os ifjúságot. Tehát aki nem érzi át ennek a jelentőségét és ennek az érzelmi mélységét, annak nem érdemes ilyen témához nyúlnia. Valószínűleg akkor nem is nyúl. Zsuzsa? Én nekem ezzel kapcsolatosan az a véleményem, egyetértek a Bercivel, hogy ha ez lélekből jön, de ugyanakkor valamilyen szinten, aki ennek élő tanúja volt, kötelessége. Tehát kötelessége átadni azokat a dolgokat, amiket megélt és átélt. Pláne a művész is át tudja. Nem biztos, hogy a művei alapján, de akár szava, hogy mondja el ezt. Csak ennyi, hogy mondja el ezt a következő generációknak, hogy tudják azt, hogy mire nézzenek föl, és mi az, ami tényleg követendő és igaz dolog az életben. Hát ezt elég sok jeles újpesti képzőművész elmondta ezen a kiállításon, aminek itt tartom a brossúráját, 1956 újpesti képzőművészek szemével november 7-ig látható még a Károly István Gimnázium és Általános Iskola galériájában, vagyis a Károlyi Galériában. Köszönöm szépen a beszélgetést! Mi köszönjük!